A Magyar Kultúra napja nem tartozik a hivatalos pirosbetűs ünnepek közé, de már hosszú évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékekre és alkotóikra, melyek méltán teszik teljesebbé életünk. Közhely, és mégis igaz, ami az egyes embernek a levegő, az a nemzetnek a kultúra nélküle nem létezhet. És ha igaz Kosáry értékítélete, még inkább igaz az, hogy történelmi eseményeink, a szabadságunkért vívott küzdelmek, háborúk és forradalmak csupán a felszínét jelentik egy mélyben fekvő lényegnek. Művészetünk megtartó ereje nemzetünknek. Kötelességünk hát óvni és gazdagítani. Ez a nap erre is figyelmeztet. Egy-egy program, esemény kapcsán sokan sokféle módon próbálunk megmutatni, átadni valamit kulturális művészeti életünkből, értékeinkből, melynek jutalma az elismerés. Január 22-én Jászberényben a város önkormányzatának Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottsága éppen ezért 2010-ben is jutalomban részesítette az ezen területen elhivatottan tevékenykedőket. Mint ahogyan a Szépművészeti Múzeumban a népművészet legnagyobb elismerését, a Csokonai Vitéz Mihály díjat átvehette Szűcs Gábor, a Jászsági Népi Együttes művészeti vezetője, vagy ahogyan a Berényi Műhely tagjait kitüntették a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés kulturális díjával, említette a polgármester ünnepi beszédében. Az elismeréseket a polgármester és Bethlendy Béla, a város Oktatási, Közművelődési és Kulturális Bizottságának elnöke adta át. Elsőként Palócz-Bakos Ilona gyermekkönyvtáros munkáját méltatták, aki 1986 óta dolgozik a könyvtárban, és életét a gyermekkönyvtár, valamint a karitatív munka tölti ki. Hát nagyon szép feladat gyerekkönyvtárosnak lenni, és én a sorstól nagyon köszönöm, hogy ez megadatott nekem. Előtte tanítottam Jászapátiban, és azután úgy alakult, hogy itt lehettem gyerekkönyvtáros, és teljesen más, mint a felnőttekkel. Hát végtelen nyitottság, megértés, segítőkészség, megszólíthatóság kell a gyermekkönyvtáros részéről, programok szervezése, és feltétlenül a dicséret. És a mai világban, amikor úgyis annyira szétzilált, elidegenedett ez a világ, nagyon fontos, hogy szeretetünkkel, megértésünkkel, és hát persze nem utolsó sorban a programokkal segítsük őket, bevonjuk a könyvtárba, de nem csak őket, hanem az idősebbeket is, tulajdonképpen a középkorúakat is. Végülis a gyerekkönyvtárban olyan programok is voltak már, amikor a vakok, gyengéllátókat is bevontuk, és megmutatták a gyerekeknek, hogy hogyan élnek ők. Purda Anna Mária 1991-től könyvtárosasszisztens, informatikus könyvtáros és humán erőforrás menedzser diplomával végzi precíz, elhivatott munkáját a könyvtárban. A felnőtt részleg olvasószolgálati munkájában részt vesz, mellette a részleg állománygondozási munkáját is kellő szakértelemmel és odafigyeléssel végzi. Alapfeladatai mellett olvasói igényekre ajánlott bibliográfiát készít, segíti a feldolgozó munkát, rendezvényeket és tematikus könyvkiállításokat is szervez, s részt vesz az intézmény karitatív tevékenységében. A hevesi származású Timárné Molnár Mária hegedű és szolfés tanári diplomával itt Jászberényben próbált szerencsét férjével a Palotásy János Zeneiskola kötelékében. Mária hamarosan bizonyította, hogy kiváló pedagógus, példamutatóan magas követelményekkel. Módszeresen, eredményesen oktatja a tanítványait. Tanítványai között ma már hegedű primásként, művészként élő, dolgozó muzsikusok is vannak. Máig aktívan hegedül több zenekarban, s továbbképzéseken finomítja tudását. Létrehozta az iskola vonós csoportját, s több városi rendezvényen hallhattuk már tanítványait. Fontos személyiség a jászberényi hegedűsök kinevelésében. Rápolthy Tamásné a Szivárvány Óvoda meghatározó óvónője, mind hivatásában, mind a hagyományőrzésben hosszú évek óta kivételes és sokrétű példát mutat. Honnan jön ez a komplexitás, hogy ennyi mindennel foglalkozik? Egy óvónőnek azt hiszem, hogy ilyen sokrétűnek kell lenni. A napi munkán túl nagyon sok mindent kell csinálni. Tehát én például a hagyományőrzést azt nagyon fontosnak tartom, és abban próbálom a gyerekeket jobban fejleszteni. Néptáncot oktatok, napi munkában a hagyományőrzés megjelenik, a gyökereket próbáljuk a gyerekekkel kutatni, a szokásokat feleveníteni, és azt hiszem, hogy ez a mostani világban nagyon fontos. És vevők is a gyerekek? Igen, nagyon aktívak, és nagyon szeretnek járni, és úgy látom, hogy egy kicsit megfertőződnek az óvodában, és a Jászsági Népi Együttes utánpótlás csoportjaiban folytatják a néptáncot is, és a tevékenységeket. A Pro Urbe díjas Faragó Lászlót Jászberényben keveseknek kell bemutatni, hiszen évtizedes fotós munkássága minden tekintetben kivételes és követendő példa. Laci bácsi, hány éve már, hogy beleszeretett a fotózásba? Hát nehéz összeszámolni, de úgy kb. Az 50-es évek elejétől kell, hogy számoljuk. Az pedig már jó pár évtized. És hogy kitart ilyen sokáz a szerelem? Hát nem tudnám megfogalmazni, de mindig látok benne fantáziát, úgyhogy mindig érdekes az, hogy belenézek a nézőképbe, vagy akkor vajon mi van a másik oldalán a témának és a képnek. Azt hallottuk, hogy hamarosan közelik a 40. kiállítás? Igen, a 40. kiállítás, na persze ebben már másod és harmad kiállítások is vannak, de a 16. premier kiállítás, úgyhogy ezzel szeretném zárni a évemet. És lehet már témát esetleg tudni? Igen, a téma megvan már, mert ugye a Föld napja lesz április 22-én, és ehhez kapcsolódik. Méghozzá most, mivel én hosszú évtizedek óta járom a bükköt, még cserkészkoromban annak idején kezdtem, és most ebből egy válogatást szeretnék bemutatni. Perlaki Béla már 18 esztendeje dolgozik a jászberényi állat- és növénykert munkatársaként. Megbízhatósága miatt már számtalan munkakörben kipróbálhatta magát, és maradéktalanul mindenütt helyt állt. Munkájával segíti a látványetetéseket, az új kifutók építését. Bélára mindig lehet számítani, igazi csapatember, így jellemzik munkatársai. Pélyi András is a jászberényi állat- és növénykert munkatársa, aki 3 éve dolgozik Jászberényben, de megszerette az itteni légkört. Részben olyan külső körülmények miatt kerültem oda, amit nem terveztem be, és egy szerencsének tudható be, hogy oda kerültem, és azt az oldalát nagyon szeretem az állatkertnek, amikor a gyerekekkel kell foglalkozni, tehát ilyen szempontból szerencsésnek mondhatom magam. Gyerekekkel foglalkozol, ebben ugye nyilván a látványértetés, bemutatás, zópebadó, minden bele tartozik. Azért ennek az előkészítése, a háttér, az nagyon fontos. Nyilván ezt nem látjuk mi a hétköznapokban. Mennyi munkát igényel? Külön van annak olyan részek, ahol kell készülni erre, kimondottan ugye foglalkozásokra, vetélkedőkre, és a látványértetés során, vagy a csoportfoglalkozás során pedig ugye spontán jön minden. Az előző munkahelyemben szintén foglalkoztam gyerekekkel, és ugye így adódott ez a helyzet. Szabó Béla, a Déryné Művelődési Központ munkatársa 2001 óta segíti a központ munkáját, rendezvények logisztikáját, lebonyolítását. A Művelődési Központ egyik meghatározó munkatársa a rendezvények előkészítésében. A mindennapi munkához kapcsolódó, előkészítő, berendező, karbantartó munkálatok mellett számos nagy rendezvény megvalósítása és az ő technikai irányításával történik. Értékes munkája nyomán született sok szórakoztató program a városban, főként a jászberényi nyár és a Csángó fesztivál ideje alatt. A bizottság első alkalommal döntött arról, hogy ebben az esztendőben egy alkotóközösséget is jutalmaz, mely nem más, mint a Hamza Studio volt. Ez a mai elismerés lehet egy koronája az elmúlt 10 esztendőnek? Először is el kell mondanom, hogy nagy meglepetés volt számunkra, hogy most a stúdió kitüntetést kapott, és hát itt köszönnénk meg az illetékeseknek ezt a szép díjat. Végül is igen, tehát most, hogy 10 éves a stúdió, jubiláltunk ugye tavaly évvégén, ez egy szép évforduló volt. Néhány éve egy picit aktívabb a csoport, talán bővült is néhány fővel, de az elmúlt esztendőben évente több kiállítással is jelentkezett a csoport. Idén mit várhatunk tőletek? Természetesen idén is folytatódik ez a trend, és már a színfalak mögött már javában szervezzük a következő stúdiós kiállítást, ami hát valószínűleg szintén hagyományteremtő célzó, tavaly, ahogy elkezdtük, talán most is augusztus 1-énre lesz datálható. A polgármester még a Berényi Műhely tagjait is köszöntötte egy csokor virággal, majd a Palotásy János Zeneiskola növendékeinek műsor.